Extra napra várták a plazmaadókat április 7-én az egészségügyi világnapon. A tematikus programon plusz juttatást biztosítottak számukra, miközben a plazmaadás fontosságára is felhívták a figyelmet. Előzetesen 145-en jelentkeztek plazmaadásra, köztük Hóbor Boronyák Renáta. A két esztendő Zoárd édesanyja 28. alkalommal jelent meg az intézményben. Szeretek másokon segíteni, nekem egy órát jelent az életemből, de valakinek életet menthet. Minden megjelent plazmaadónknak plusz 1000-est fizetünk az alap kifizetésén felül. Ezt követően a holnapi nap folyamán a mai megjelent plazmaadóinknál között kisorsolunk egy vitamincsomagot is. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több segítő szándékú ember eljöjjön hozzánk, hogy tudjuk segíteni a beteg embereket. Az önkénteseknél minden alkalommal elvégzik a szűrővizsgálatokat. Nyomon követik egészségi állapotukat, figyelnek az étkezésükre és a folyadékbevitelükre. Igyekszünk a donorainkat egy kicsit az egészségesebb életmód felé terelni, és ezáltal jobb életminőséget biztosítani nekik is. A másik oldalról, hogy mi mindent tudunk készíteni a plazmából, nagyon sok gyógyszer készül belőle, különböző fehérjék, ami különösen itt a Covid vírus alatt nagyon fontosak, különböző hiánybetegség pótlására szolgáló alvadási faktorok, például véralvadási faktorokat, és egyéb olyan anyagokat, ami nagyon fontos az, hogy a beteg emberek, a súlyosan beteg emberek mind meggyógyuljanak, mind pedig az életminőségük javuljon. Május 13-án pénteken mágikus napra várják a segítő szándékú embereket, akiket ekkor is plusz 1000 forinttal jutalmaznak. Május 20-án rekord kísérlet helyszíne lesz a Biva Plazma. A tervek szerint egy nap alatt 250 plazmaadást bonyolítanak le.